műsorban csúnya szavak hangzanak el, megtekintését semmilyen korosztálynak nem. This video is brought to you by G2A.com. Szép jó napot kívánok mindenkinek! Sziasztok srácok! Visszarepülünk 10 évet! FIFA 07, Borsodi Liga, Csank János Edition, és a Diósgyőri csapatot fogom megint vezetni, úgyhogy kezdjük is szépen bele! Jön a negyedik forduló, úgyhogy szépen betöltjük a tudományt, ha a legér engedné, nem érhet hozzá. Úgy is van. Na, nézzük akkor a tabellát. Na gyerekek, a tabella, a tabella Vasas vezet. Tatabánya, Debrecen, Kaposvár, Fehérvár, Budapest, Honvéd, 6. Zalaegerszeg, Sopron, Debrecen, Pécs, és sajnos igen, mi a 11-ek vagyunk, a Vác, a Paks, a Győri, a Real Kis, a Újpest, ott legalább megelőzzük, úgyhogy megyünk szépen, menetelünk tovább. Na, is van szimuláció, ugye, de mi most nem ezzel fogunk foglalkozni. Budapest Honvédet fogjuk most látni a honunkban, úgyhogy megyünk. Na, nem billentyűzettel megyünk, hanem kontrollerrel. Úgyhogy, hát ez a felállás a szokásos, ugye szalma, farkas, menyhát, vagy menyhért, az nem izé, hegedűs, igen. Elek, és vitelki, igen, sipeki váltjátok. Hát szóval itt van még mindenki igazából. Rubint Rékát szeretném, ha már itt van Rubint Robert, Rékának a bátyja, ezt szerintem fel fogom vinni, mert elek bátyátok a baj van. Illetve Vitelkivel mi legyen? Felhozzuk 5. Foxy bátyátokkal is baj van. Felhozunk egy gyengébb emberkét. Hát... tartalékos fiatalembert felhozzuk, ezt a hallgas. Hallgas! Jó lesz, most hallgas lesz. Hallgas. Úgyhogy... hát az alakzat az szerintem ez a 4-2-2 is lesz, és akkor... meglátjuk milyen lesz. Na! Remélem a hang megfelelő, lehet hangos, lehet kicsit lejjebb kellene, nem? Hogy ez micsoda? Az EA Sports FIFA 07! Így lejjebb vettem, hogy halljatok. Azt hiszem így a bajnokság elején még nem távolodtak el egymástól nagyon a csapatok. Még a nagy tudáskülönbség sem jelentkezhet a pontszámokban. Talán ezért lehet igazán érdekes a mérkőzés, mert belátható távolságban van két csapat egymás. Csak Jani bácsi figyelt titeket. Azok az bizonyos szakadékok még nem alakultak ki a tabellán, tehát aki jobban áll, az még nem nyugodhat meg, viszont aki eddig rosszul szerepelt, az is reménykedhet. Gyönyörű, már elveszített, már el sikerült veszíteni. Pontosan emelte el. Úgy van. Nem oda akartam. Na. Csodás mozdulat. Csodás mozdulat. Hey, hova rúg? Ej, barátom, hát ez nagyon gyenge volt. Nagyon gyenge játék. Borzasztó gyenge. Na. Fejjáték az erősség. Szép fejes. Fagyos bátyád! Udva! Határozott! Ajj!
nincs meg. Precíz passz. Az precíz volt, precíz, nek az volt, de... Messi zónába érkezik a labdával. Menj már rá! Hova? Vedd el tőle! Vedd el tőle! Úgy! Ne vada! Rukki! Úgy! Jól is célzott! Indul! Indul! Hova? Bedobás jön. Mi volt ez, fiú? Hát nem hiszem. Fogalmam sincs melyik gomba futás egyébként, de majd kicsit lagymatagok, szegények, úgyhogy... Hoppá! Szépen, szépen, szépen akarta a történetet a fiú. Na, menj rá! Menj rá! Menj! Nagyon szép! Futa! Vedd el! Úgy! Nem jó magas passz, nem jó! Halljátok ezt? De ez tipikus magyar fotball, gyerek. Na gyerünk! Passzolt! Úgy! Fejes! Ki? Rukki! Úgy! Nem jó! Mit csináltok? Hát nem hiszem el! Ezt nem hiszem el! Diego Maradona! Hát mit csinál? Mit keres az itt? Jó se volt ilyenről. Nem jó, szabadít fel! Azt a betyám! Hahaha, ez gyerekek! Jó lövés, bedobás, az volt. Nézzétek meg! Szalma! A jó Isten áldja meg a hónaljadat! Na mindegy, még nincs veszve semmi! Gyerünk! Jaj, de szép! Jó! Micsoda cselek! Indul! Fut! Jó, nem baj! Szöglek! Na gyerekek, úgy mozduljatok, hogy jó legyen! Nagyon szép! Kifelé! Úgy! Áj, de miért rugod bele? Futás, futás, futás van! Az a becsúszás, megvan a jó, az a gomb is. Új! Ügyes labdát kapott. Kapura lövi! Úgy van, szabadíts fel! Indításnak is jó. Nem lett volna rossz, persze, csak ha... Úgy van! Mi, hol vagytok, hol vagytok? Támadj, támadj! Ez nagyon csúnya mellé volt. Nagyon csúnya mellé volt. La 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 la! Gyerünk, gyerünk! Azt a betyár minden itt, nézd! Nem tud ellenállni a lehetőség. Jó van. Ezt nagyon elkap. Úgy mondom, nem tudom mióta néztem már ennyire reklámot. Én reklámot csatornát. Gyerekek, ezzel támogatjátok a csatornát. Meg kell nézni a reklámot. Hát most semmiben nem kerül nektek. Ennyi, hát sajnos ez ilyen. Na! Takadiós la. Na gyerünk! Úgy van, támadás! Test csel! Test csel! Csel! Oj, nem vagy te Maradona! Hát náj! Úgy visszaszereztük! Jó! Ott bent! Beközé! Nagyon szép! De mit csináltok? Most kellett volna adott test csel! Melyik gomb lehet vajon a futás? Sokat segítene nekem. Most eldugják a labdát. De mi? Sziklaszilárd védelem. Ne vedd már le neki fejjel, fiú. Sadjó, csinálj valamit.
Lemorlott. Hagyjad előre. Már magadat! Ezt jócskán mellé küldte. Nem kell hibáztatnia magát. Mindenki hagy ki helyzeteket. Hát az biztos. Szalma meg beszopja őket. Na, fél idő. Fél idő. Irányítaná a játékot. Mindkét oldalon ugyanannyit találkoztak a labdával a játékosok. Gyerekek, reklámot nézni kell, ha nem néz az adblockert használ, az meg kibaszik velem. Nem látja azt a sok jó kis késes alsó csíkot, meg mindent. Nem. Na, mindegy, megyünk tovább. Tovább megyünk. Mindkét edző ellátta tanácsaival a játékosokat, és hamarosan megtudjuk, változott-e valami... Nem, a ravaszos tüzé cselez. Próbáltam. Nem fut. Fut a fiúk, ezek nem futnak. Nem, ugye megnézem egyébként. Lehet megnézni valamit. Játékbeállítás. Nem? Ez az? Akkor... Kamera, meccs, adat, ember... Emberfogás. Fiú, mik vannak itt? Hát nézem már ezt a csapatkezelést. Nem tetszik nekem ez az alakzat. Nem jó az így. Nem jó. Alakzat fejű. Nem tudom váltani? Miért nem tudom? Ja, várja, alakzat. Itt van. Na gyerekek, akkor szerint... Ó, ez lesz. Kész. Mert tovább. Folytatás. Na, gyerünk! Támadunk! Támadó alakzatba, mint a Star Warsba. Úgy fogjuk. Hopp! Nagyon szép! Úgy van. Gyönyörű. Aj, de szép hosszú! Jól ki tudta választani az emberét. Úgy! Új, de sokan voltatok ott. Nem baj, megvan, ad haza. Szépen. Úgy, úgy. Szép, szalma. Oké, közép. Fent. Vissza. Előre. Úgy van. Beközép. A kurva szátokat. Na. Ott van. Fagyas fejű. Ússzál, ez az, ott a gól gyerekek, ott van a gól, nincs itt miről beszélni, ennyi. Úgy van, be oda. Na végre. Büdös kurva anyját, hát nem hiszem el. Hozzuk már vissza! Hozzuk vissza! Végállomás fog! Úgy van! Gyönyörű! Ott van fenn! Úgy! Jó labda! Gól helyzet! Azt hiszed? Na, mi lesz a fiúval? Nézd csak! Hagy! Ó! Hát mit csinált ez? Ki volt ez? Cristiano Ronaldo? Mi volt ez? Hát atya úristen! Hát ez infarktus rám jött! Hát szalma, hol jártál? Jézus úristen! Atya isten! Na! Mehet ki! Hopp! Bátyátok! Elveszítettük! Ügyesen tovább adja! Na most! Őrzője már csak kergetni tudja! Ó, fiú! Viszont a szerencse, ilyen szép támadás után! Hát mellélőd! Elhiszem, hogy csalódott, mert... Figyelj én már oda! Lősz a hajad! Meg lehetett volna a vezető találat! Nem kellett semmi! Na! Matt! Höh! Fontos labda. Hova Sadjó? Sadjónak már réges-rég kellett volna rúgni egyet. Hopp! Hopp! Úgy van! Sadjó! Hova Sadjó? Na! Legy már! A büdös kurva! Oda be! Áj, de szép! Jó van az!
Szép volt! Sadjó volt? Hú, az szép volt! Sadjó! Az volt, gyerekek! Ahol van! Nézzétek csak Sadjó barátomat! Ennyi! Gyönyörű! Mehet! Állj így fel! Nincs még ott vége! Úgy van! Ez veszélyes, többen is helyzetbe kerülhetnek. Aha, vigyázz, vigyázz! Messziről... Messzi! Messzi vagy te! Hát ez nagyon csúnya volt. Bárhogy is próbálkozott, Markos. Nem sikerült elég helyet teremtenie magának. Fordíthatott volna a mérkőzés állásán, de még csak meg sem tornáztatta a kapust. Hát nem szokta, az a baj. Na menjetek! Előzöllik az ellenfél tér felé. Bravúros tovább... Adjad már! Szalma! Úristen, mit csinál ez a szalma, fiú? Hát ez a szalma, fiú, mit műkeli? Veszélyes, veszélyes. Hát ott új beggyel ért bele csak. Védőről ment ki a labda, bizony. Ájjájjájjáj. Na, figyeljél középen. Kis szöglet volt. Jó, fejes ki. Úgy van, mehet, úgy van, egyedül. Nem tettem. Mehet. Jaj, de szép csel volt. Ígéretesen indul ez a támadás. Ne ott! nem baj, megvan. Vissza. Jó helyzetben kap labdát. Akár vaktában is passzolhatna, biztos saját ember. Ajj! Létfontosságú szerelés. Nem bírta átfűzni, nem baj, még megvan. Jó hely. Ó, csak célba ért. Lábról lábra. Ujj, ez gyönyörű gól, gyerekek! Ott a második Sadjó! Ennyi, ott van Sadjó. Milyen bemozdulás volt. Hopp, és gyönyörűen be, oda a bal alsóba. Úgy kell aztán, ennyi gyerekek. Ott azt a nagy Sadjó, hát az gyönyörű volt, úgy kell. Sadjó bátyátok, könyörtelen és kíméletlen volt. Na, ezt már szeretjük. Így is van. Na nézzük, fel lehet itt állni. Nézd, mit csinál az ostoba. Aj, eljöttünk mellette. Jó, semmi. És hogy pont a lövés pillanatában vesztette el az egyensúlyát, így baj lett az irányzékkal. Lehet, hogy amikor az első lövése bement, azt gondolta, hogy mindegyikből gól lesz. Na mehet. De akkor tévedett. Á, megint nem jó helyre ment. Megint ott van. Lent. Úgy van. Rubin Tréka. Bátyja a Robert. Így van. Rubint eladta, azt majd le kell hozni. Nem lesz jó, hogy... Ez nagyon nem jó. Á, amerikai foci papíra való. Na, és már bírjátok ki. Mehet. Sadjónak. Hol van? Ott van. A bíró. Ájj! Azért mi volt ez? Add hátra. Úgy is van. Megvan, gyerekek! Ez az év bizony nem indult valami fényesen nekik, Pisti. Kicsit valamit változtatniuk kell, hogy előrébb lépjenek. Na! Úgy is van. Na! Hát. Ricsi, köszönjük, hogy itt voltál, gyere máskor is. Önöknek a figyelmet köszönöm. Viszontlátásra! Hát, ez szegény szalma nagyon benézte az elején. Diego Maradona lövését itt nagyon... szépen becsúszott. Ez igen. Kicsit meglepett ez a történet, de jó volt. Na nézzünk. Tudunk nézni, mert csodatot nem. Jó, akkor megyünk tovább. Na! Azt mondja, hogy akkor most úgy áll a tabella, hogy feljöttünk a 10. helyre, így az 5. forduló
Van, igen, van 7 pontunk, nagyszerű. A Vasas már lejátszott a 6-ot is, és ezért, hát ezért is vezet végül is. Jó, és akkor nézzük, most kivel fogunk majd lenni, azt mondja, hogy Vác ellen fogunk menni. Na hát, az elvileg ütni kéne. Hát visszarakták a régieket. Én azt mondom, hogy Sajgyó az mindenféleképpen marad. Én katonát behozom, úgyis csak tartalék. Vitel ki helyett, tehát külön gyengébb, de hát most az jó van. Elek. Eleket is le kéne hozni. Ezt a Kerényi urat behozzuk. Foxy bátyátok pedig. Na, a hallgas gyerek nem volt az annyira rossz. Jól van az. Jó lesz így. Na. Jó, bassz, meg nem mentettem el. Kurva élet. Mindegy, jó lesz akkor így. Volt a nyerő állásunk. Hát, ha nem kapunk sárgát. Vász jel 12-ről, hát átcsöktem. Nyilván sokat gondolkodtok azon, hogy ki ez a különlegesen jó orgánum. Nos, én Hajdú B. István vagyok, mellettem Faragó Richard, ő is megszólal majd, a FIFA 07-ben járunk. Ha hagyod, hogy szóhoz jussak, sok szeretettel köszöntöm a játékosokat, és nagyon örülök, hogy részese lehetek ennek a kitűnő projektnek. Na nézzük! Mi nagyon az idény elején járunk, nem tudom, hogy melyik csapat lendül igazán formába, ugye a bajnokság korai szakaszában. Talán ezért is lesz jó mérkőzést, mert ez a kétel, ez a kérdés a levegőben. Igen, valóban, és ilyenkor még egy kicsit csikornak érdekes a fogaskerekek. Hát azt hiszem, hogy meg kell találni a ritmust, rá kell találni a megfelelő szangra csapaton belül is. Nem lesz olyan egyszerű ez a Vác, gyerekek. Ez bizony a védőjé. Ó, oh, gyerekek, a Vác belendült nagyon. Mi van már itt? Hát engedjétek már! Érkezik a labda! Szalma bátyám! A kapusok az edzéseken rengeteget gyakorolják a helyezkedést, és ez itt is megmutatkozott. Nagy védés. Fent szél, így van. Jó passzolgatás. Jaj, de jós! Szép csapatjáték. Ájjajajajajaj. Legalább lelövi a kaput. Egy próbálkozást megért. Foxy bátyátok. Kicsit elnézte, de jó van az, jó van az. Erősség. Jó van az. Precíz küldemény. Hát mi volt ez, fiú? Na! Aj, baj van! Ritmust vált és mehet is! Nem jó! Szabó bátyátok! A csend vendég oldalon, Pisti, érezhető, hogy nagyon csalódottak a szurkolók. Baj van. Elképesztően gyorsan váltottak a ritmust, és küldték előre a labdát. Annyi megindult Szabó, csak kocogtunk mellette, csak kocogtunk. Na, mert! Nem adtunk fel. 1-0. Ebben volt némi szerencse is. Mibe? Jól kombinálnak. Nyugodjál már meg, Pisti, nyugodjál meg, ne beszélj butaságokat! És gólhelyzet! Azt a betyár mindenit neki! Mi volt ez? Fiú! Sajjó!
Neki ez... Azt a kurva! Hát mi volt így? Hát mit csinál ez a Szabó gyerek? Hát ezt nekünk le kell izni, ezt nekünk le kell igazolni nagyon gyorsan. Mi volt ez a Szabó fiú? Gyerekek! Hát ez... Jézus Mária, onnan mennyi 20 méter? Papásból dír! Felső lécről! Azt a betyár! Nézd meg Szabó bát! Áhá, szalma! Szalma, szalma, szalma! Hú, hát itt a végén, ez a Vác, ez már úgy meglendült, már úgy gondoltam, hogy baj lesz. De ennyire... Hát itt az árnyékra vetődés pontos, azért... Na! Növelték az előnyüket, 2-0 az eredmény. Oké. Okay. Labda előre. Semmi baj. Hop, 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 hop. Állja. Be! Aranyos vagy, de valahogy helyezkedjetek már úgy, hogy... Ajjaj. Egy szép beivel... Á, nem, az kellett volna, de hát nem volt. Olyan minél távolabb rúgni saját kapujától. Menj, 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 menj rá! Akár veszélyes is lehet. Az ellenfél tér felén passzolgatnak magabiztosan. Jól adja... Ááá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 
Fantasztikus ez a Lesz taktika. Hát ez... Ú, de hát elég sokan is voltak Lesen. De szépen lesette. Szalma ezt nem tudta volna fogni. Hú, lesz baj. Na. Szép. Nem jól vettük le. Megvan. Oké. Ne így. Már megint az új fiú. Már megint az új fiú miatt van a történet. Letámadták az ellenfelet és most na, kapjátok már össze magatokat. Ne! És már támadhat is. Ó nem, ez az eredmény, ha valaki rosszul számítja ki a labdaívét és elkapkodja a lövést. Azt, csak éppen elsuhant a kapu. Szenzációs a lövés, épp hogy mellé ment. Hát, így van. Kicsit lemaradtál az eseméről, de egyébként jó. Na, gyerünk! Melyik lehet a futásgomb? Ez nem az, az a csel. Ez nem fut. Mindig nem tudom melyik lehet az. Ez az ilyen... Fontos labdaszerzés volt, jó védekezés. Melyik lehet a futásgomb, az pedig olyan jó lenne. Sokat segítene ladba. Próbálja megkerülni a védelmet. Na! Elrúgja a labdát. Jó. Szedjétek már ne! Úgy, nem jó, te! Ügyesen továbbadja. Sadjónak. Újabb precíz passz. Sadjó, hát mit csinálsz? Mit csinálsz? Mit csinálsz? Kezdeni. Mit csinálsz? Mit csinálsz? Igyekszik távol tartani a védőjét. Megint gazdát cserélt a labda. Na, na! Hát, ezen még meg kellett volna indulni egy kicsit. Gyenge befejezés, halljuk meg őszintén. Le kell cserélni mindenkit. Ügyesen fejjel. Viszont behozom a tartalékosokat. Jól számította ki a labda útját. Na, Sadjó beközé. Úgy. Kivitelezés. Figyelj, kapod vissza. Te jól dolgozik a védelem. Á, nem kapod vissza. Menjen már rá valaki. Na. Be Sadjónak. Á, fiú, hát ott nem volt senki. Hát mit csinálsz? 2-0, ez az első fél idő mérlege. Nagy baj van, nagy baj van, nagy baj van, nagy baj van. Na, azt mondja, hogy igen. Hűha. 7 kapura lövése volt. A 2-t be is lőttek. Az, igen. Magda birtoklásban is jobba válsz. Meg hát lövés pontosságban is.
Mi van? Te bolond vagy? Hát akkor oké, de... Ja, itt, ahogy ja, akkor ezt kontrollerre kell, oké. Na várjál! Foxy, te lejössz. Behozzuk ezt a huszár gyereket. Jó. Az edzői tanácsok szinte még ott csengenek a játékosok fülében, amikor nekivágnak a második félidőnek. Na jó. Mindenki megvan, kezdődhet a második félidő. Áj! Élekeznek, remekül csinálják. Nem jó, nem jó, nem jó, megint mögötte volt, nem jó. Pontos átadás. Jó ötlet. Gyerünk! Magas beívelés. Kipeljeled, úgy van, adod is, már is kin. Középre. Úgy, hát ez lassú volt, de miért várod meg, hát szaladj elé. Így van. Nem ba... de jó lett volna pedig. Na. Számbeli fölényben most a támadók, rengeteg a lehetőség. Jó, megvan. Kutóztatja magát a kapus, és labdát talál. Úgy van. Pontosan érkezik a passz. Jó labda megint. Hűha! A védők mindenhol ott vannak. Hát azok ott vannak. Minden itt ott vannak. Hú, de el vagytok áradva, te jó Isten. Szaladj, szaladj! Van ideje még helyezkedni is. Keresi a fejét. Lőd már ki, úgy van. Ügyesen elrúgja. Hát nem igaz, hogy... Ez a vász, gyerekek, ez azért, azért, mondjuk ki, az ügyes. Ügyes azért. Innen már kapura is lehet törni. Aj! Ajj! Távolról kínálja. Ujjjj! Káprázatos védés! Bele kapaszkodott valósággal is, nem B2-ben vitézkedni? Nem rossz védés. Félpályás indítás a kapust. Hát gyerekek, hát... Na. Szólnak is volt fenn, az most meg hol van. Passzolja. Terelgetett. Ez... Lehetett volna jobb is. Jó fejes. Nézzétek, milyen kis okos passzal indul meg. Aja. Azt hiszed? Szépen alakul. Tovább még. Sadjónak! De nincs ott senki, baszott. Lövi előre. Aj! Nagyon jól és szervezetten dolgoznak, a védők teljesen uralják a térfelüket. Jó, miénk. Kisebb csodára lesz szüksége az ellenfélnek, ha át akar törni rajtuk. Most nincs... Messziről... Ott van! Áj, de hova megy, hova megy, hova megy, hova megy, gyerekek, hova megy? Nem lehet hibáztatni a csatát, Pisti, nem volt könnyű dolga. Túl sok védő nem egyszerű, körülötte. Nem egyszerű az a történet. Gyorsan el kellett lőnie, és nem is volt szerencséje. Visszagurítja. Már is tovább. Úgy. Nagyon jó eddig. Ott közé. Nagyon jó! Lő! Ujjjj! Volt egy apró érintés is. Persze oda kellett érni. Az ilyen védés bizony nem véletlen. Nézzék csak a kapus helyezkedését. Csodálatos játék. Ha be tudja adni, az veszélyes lehet. A védők egyelőre megjelkóznak a nyomát. Na! 100 000 vagytok a... Menj rá! Úgy van! Csapjad vissza! Ott a lehetőség! Hova? Hova, fiú? Hát nem igaz! Nem baj!
Fabian kilövi. Hát ezt már megnyerik, mert kevés az idő. Csak egy percet hosszabbítanak. Hát igen, mert nagyon nagy esemény sorozat nem történt. Hatalmas nyomás alatt a védelem. Ne! Farkas, a jó Isten kanoljon meg téged kétszer hátulról. Hát, mit csináltál? Valóban nem. Képes volt berúgni a saját kapujába? Nem, mert kijött az a hülye szalba és ki akartam üzélni. Azt belerúgt a szalvába. Ó, fiú. Ja, Istenem. Sattyó fordítva vette fel a cipőt. Valamint farkas, vagy mi szalma állt nagyon rossz helyen, hogy égessük ketté. Hát nem igaz. Na rúgjad előre a picsámhoz, kész. Már úgyis vége. Olyan ez, mint a kosár, még utoljára rárukhatsz egy három, vagy rárukhatsz egy három pontost. Akár vaktában is passzolhatna, biztos saját ember. Fiú, 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 mi ez? Lekkora les volt? Hagyjál már! Hát nem volt ez olyan nagy, de azért aranyos volt, mondjuk úgy. Persze Szalma bátyátok megint csak izé, csak árnyékra vetődött. Jaj, Istenem. Úgy csapjad. Na! A kígyó térről lövi. Azt hittem lefújja, miközben megindulok vele, mert ugye csak egy perc hosszabbítás van. Szerintem már ez ez. Tehát, Kíves tekintetek, kísért szemek. Vereség lett. Bizony vereség. Gondolom a játékosok sem így képzelték az első néhány mérkőzést. Össze kell kapniuk magukat, különben a végén még baj lehet. Azért. Az illendőség is úgy kívánja, hogy megköszönjem Faragó Richárdnak a szakértelmet, önöknek pedig a figyelmet. Viszontlátásra! Na, az tudott védeni pár. De Szabó bátyátok azért szépen. Szépen vitte itt a dolgokat. Hopp! Ez majdnem bement tényleg a harmadik annó. A 33. percbe. Díjra, nem sokkal suhant el a kapufa mellett. Na. Jó volt ez. Nézzünk tabellát. Aja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 j
Fehérvár. Jól van. Nagyon szép. Hát a 12. hely. Vác most elénk jött, ugye. Jó van az. Nem lehet mindig győzni. Nézzük, ki ellen megyünk. Legyen már ezzel a billentyűzettel. Reak! Na! Hát nem tudom. Álmodunk megint. Maradhat a felállás, jó lesz az út. Üdvözöljük a foci szerelmeseit! Én Hajdú B. István vagyok, de nem hiányozhat Faragó Rihárd sem. Nagyon szépen köszönöm a kedves szavakat, köszöntöm én is a kedves hallgatókat, játszókat. Nagyon nagy számban látogattak ki ma a hazai szurkolók, szinte alig akad üres szék a lelátón. Te is így látod, Ricsi? Így látom, Pisti. Jó magam, speciál egy-két üres széket látok csak, ami azt jelenti, hogy a nézők... Na fagyas barátom, sadjó! És szerintem a győzelemben bizak. Egyelőre átadott Hát az ott igen, mert annyian voltak egy csomóba, hogy öröm volt nézni. Szépen ért hozzá fejjel. Menjetek már! Hát nem, miért nem bírod elvenni tőle? Fiú! Sadjó! Sadjó, vedd el tőle már! Úgy van, ne hagyd magad Hagyjas? Hol van Sadjó? Sadjó! A lövés útjában. Adjál már, onnan pedig lehet volt lőni.
Szedd el tőle, de ne csak nézzétek, menjen ma oda valaki! Ez még sokba kerülhet nekik! Fiú! Fejében az ereje! Könnyen elveszíthették volna a labdát! Szép passzol! Úgy van! Sadjó! De miért oda lövöd Sadjókám? Hát semmi, kicsit szedd össze magad. Vedd fel ezt a cipőt. Miért cipőt kellett volna? A fejjáték az erőssége. Semmi nem volt ott. Hopp! Nagy a nyomás, de sok a védekező játékos is hátra. Résen volt a kapus, gyorsan lecsapott a labdára. Dur ki! Úgy van! Próbálják megjátszani. Na? Ügyes fejes! Az szép volt! Azaz, tied? Ott indulunk? De miért? Hát sarkába kell belerúgnod, te fiú! Hát miért van? Megvan, ez az fent! Te sokkal jobban tudod, mint én. Az hiszem, az ilyen meccsre mondja azt, hogy egyenlő erők küzdelme. Te szépen fogalmaztál, de kétségtelenül azt látjuk a pályán, hogy mindkét... Kockázatot válla, jobban megerőlteti magát. Ez egy megoldás. Miért kell dupla kapufával nyitni? Menj! Úgy van! Na, vissza! Indulhat a dolog! Mihez tud kezdeni a labdával? Úgy van! Terelgetik a labdát! Nagyon szél! Aj, lett volna, hogyha ebből lett volna valami. Úgy van. Nagyon szépen levetted. Remek beíveli. Ezt nem hiszem el. Nincs. Micsoda parád és gól. Öröm nézni. Forma. Hát meg ne... verjem fejedre egy nagy mustárt. Akkor. Nézzétek meg Torma bátyát! Szalmaz, én nyel lehozom! Azt a betyár mindenit! Na nézzük! Megvolt az első gól, középkezdés! Megint kikapunk! Mondjuk az a dupla kapufa azért az mutatott valamit! És nézzük! Hozzáért. Jó az a még. A labdaszerzés után. Na! Sadjó! Lecsap a labdára a kapus. Mi volt? Kigurítja a hátvédeknek. A kígyót érve. Nagyon szép lett volna a Sadjókám. Jó lett volna a Sadjóca. Jó lesz az. Jó keze van és remekül koncentrált. Kicsit jobban meghúzod, aztán majd alakul majd ez. Itt vége is ennek az akciónak. Figyelj! Jó lehető! Azt a kurva életbe! Így van ez! Dudva fény! Jutalma gól lett és ezzel legáll. Könyörtelen befejezés. Na végre. Úgy is van. Ott van benne. Itt kába. Nagyon szép. Homályban van a kapus.
Na! Jöhet! Újjátok már ezt a fél időt! Ha továbbra sem tudják szerelni, beverekszi magát a kapu elé is. Jó, na! Egy gól a két csapat mérlege a fél időben. Jó van. Szinte hajszára ugyanaz a labdabirtoklási arány, rendkívül kiegyenlített a mérkőzés. Itt? Azt hiszem, hogy egy nagyon kicsi fog majd dönteni a két csapat között, ha egyáltalán dönt majd valami. Mit működtél te itt ezzel a dupla kapufával, te fiú? Ja, itt azért lövéspontosságban jól állunk, oké. Na viszont. Faszom, hogy már megint ezzel kell, jó? Sipeki bátyátok. Hát lehozzuk. Jó. Meg. Foxy bátyátokat is lehozzuk. Így. Percet tölthettek az edzőjük társaságában. Hamarosan meglátjuk, tanultak-e valamit ez idő. Nem lesz FIFA 98 terem foci? Ó, az max a régi, vagy a old school gépre tudom rárakni a 98-et, gyerekek. Szépen találta meg, a szabadon maradt, nem? Ne, azért. Ez könnyű labda a kapusnak. Vedd el tőle! De jó lett volna pedig, ha elveszed. Hopp, úgy, így. Szép labda. Jó, megközé. Oly, de szép kötény. Körbe. Szép védekezés. Az is. Itt neki, mit akarsz? Mit akarsz te ott, te fiú? Jobban jöttek fel a támadáshoz, most kit válasszon? Áthatolhatatlan falat képez a... Tehát azt, mindenki beáll elé. Mi van? Nehogy kifagyjon. Mi ez a izé... Ráközelítek... FIFA 07 működésre leáll, gyerekek. Ez... nagy hiba. Ez nagy hiba. Na jó van akkor, gyerekek, mindenkinek jó étvágyat kívánok, én megyek ebédelni, amúgy is ezt le akartam még játszani, és akkor utána ebédelni, de hát látjátok a FIFA 07 exe hibájával, amivel leálltad a történet, így akkor sajnos így ér véget, majd az újra lesz játszva, akkor a Real ellen, remélem, hogy nem lesz ennyire gázos, illetve nem tudom, hogy miért, nem tudom miért fagy le. Na mindegy, régi játék már azért gondolom. Na, majd még ma jövök valamivel úgyis, majd meglátom, mihez lesz még kedvem, tudjátok, amihez kedvem van, az jön. Kész. Sziasztok!